Ahogy azt már jeleztük a kedves nézőknek, Hajnal Miklós a Momentum Országgyűlési Képviselőjével indítjuk a mai reggelt, és André Novák András, ami kérdezőtársunk, az ATV híradójának munkatársa, tiéd az első kérdés. Jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt kívánok, jó reggelt képviselő úr! Akkor azzal, ezzel a lájtos kérdéssel kezdeném, hogy hát gondolom, hogy ha közé tették ezt a videót, esetleg meséljen róla, hogy hogyan jutottak hozzá, ki küldte önöknek ezt a videót. De hogyha már közé tették, akkor gondolom, hogy felmerül önökben, hogy a miniszterelnök úrnak van köze K. kegyelmi ügyéhez. Mi a, az önök forgatókönyve percepciójában? Írd le, hogy mi a videó, nem biztos, hogy mindenki ez látta. Az, hát ez hetek óta, most már azt lehet mondani, mivel hetek óta tart ez a, ez a pedofil botrány, vagy kegyelmi botrány, ki hogy szereti hívni, keringenek pletykák arról, hogy itt V. János, v. János korábban nem csak a Bicske gyermekotthon igazgatója volt, hanem önkormányzati képviselő is, és bár civil színekben indult, a civil szervezetet már akkoriban is, a 2000-es években támogatta a Fidesz. És ennek próbálunk utána menni. Tompos Márton képviselőtársam, meg elnökségi folytat ezzel kapcsolatban komoly feltáró munkát. Először egy ügyvédi kapcsolatot fedeztünk fel Orbán Viktor édesapjának a cége és az egyik ügyben érintett ügyvéd között. Aztán most egy pár napja fedeztük fel ezt a videót, amit tegnap közzé is tettünk. Ez őszintén szóval nem volt könnyű előásnunk, tehát nem adhatom ki a forrás sajnos. A Márton, hogyha szeretné, akkor majd megteszi. De, de az biztos, hogy plegykák keringtek már erről, hogy volt egy ilyen kampányrendezvény, azt hiszem 2002-ben, amikor Orbán Viktor elment Bicskére, és többek között, V. Jánost, mint önkormányzati képviselő is támogatta más önkormányzati képviselők között. Erről szól ez a felvétel. csak, csak a forrás pontosítása véget ezt nem a Gulyás Ágyú tárta elő? A, azt gondolom, hogy náluk is, náluk is ott van ez a felvétel, hozzájuk is eljutott valahogy, tehát nyilvánvalóan többen, több szállon is dolgoztak, médiában is, politikusok is, én azt gondolom, hogy akár, hogyha Gulyás Balázs szeretnék kiadni a forrását, akkor ő is megteheti, Tompos Márton is megteheti, én nem szeretném az ő helyükben megtenni. Az önmagában bűnnek látszik, hogy Orbán Viktor megjelenik egy olyan emberrel, aki aztán később évtizedekkel, mert gyakorlatilag erről van szó, eltelt azóta két évtized, később egy olyan ügyben lesz érintett, amely nagyon súlyos bűncselekmény? Az a kérdés, hogy akkor mit tudtak róla. Tehát uh, itt szerintem ez a fő kérdés. Nyilván, hogyha előre megyünk az időben, az látszik, hogy körülbelül tíz évvel később indulnak a vizsgálatok a Bicskei gyermekotthonban aztán végül a rendőrségi nyomozást lezárják, egy, az, egy pár évig nem történik semmi, azt hiszem 2012 és 16 között nem történik semmi, 16-ban a gyermekotthon egyik lakója öngyilkosságot követ el és akkor, akkor robban fel igazán ez az ügy. A kérdés az, hogy ebben a folyamatban ki, mikor, mit tudott, és ezt a mai napig nem tudjuk. Hát tehát... tudunk, bocsánat, hogy közel, csak hogy pontosítsuk itt az idővonalat a 2010-es évek előtti időszakra vonatkozóan, hogy a Szabad Európa egy interjút készített Bárnai Árpáddal, a Bicskei Gyermekotthon korábbi egyik gondozójával, dolgozójával, akit elbocsátottak egyébként, és ő mondja azt, idézem pontosan, hogy fontos itt elmondanom a forrás neve nélkül, de biztosan tudom, hogy az igazgató Azért hogy ott az előző munkahelyét, mert szexuálisan zaklatott egy rábízott gyereket. Abból nem lett jelzés, csak a szülő jelezte, hogy ez történik a gyerekével, és a későbbi igazgató távozott, hogy csend legyen egyfajta nevelési tanácsadót említ, mint korábbi munkahelyét, és ez a 90-es évek előtt kellett, hogy legyen, mert hogy 90-től dolgozott a Bicskei gyerek ennyit tudunk. Na most itt az a kérdés, hogy amikor Orbán Viktor és a Fidesz odaállt mellé 2002-ben, erről bármit tudhattak-e? Én, hogyha a hivatalos jelzés nem tört. Én azt gondolom, hogy egy párt, és a Fidesz ekkor már egy kormányon lévő párt volt, ami már 12 éve benne van a Magyar Parlamentben is, tehát elég komoly fejlettségi szinten voltak. Egy párt végez a jelöltjeivel kapcsolatban ilyen kutató munkát. Ez minden pártnak fontos, minden jelölt esetében, aki támogat. Ha ők nem végezték el a munkát, én azt gondolom, hogy az is probléma. Ha, ha pedig, ha pedig elvégezték, és Tudtak vagy tudhattak erről, hát akkor az meg még komolyabb probléma. Szóval valamilyen szintű felelősségük biztosan van, az, hogy ez mekkora, azt akkor tudjuk megállapítani, hogyha ezzel kapcsolatban végre tisztázzák magukat, ugye, Orbán Viktor letolja magáról ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy ezután a videó felvétel után ez kevésbé fogja tudni megtenni. Yeah. Minden ellenzéki párt az tűzte a gyermekvédelmet, és most ez egy nagyon felkapott téma mindenkinek érthető okokból. A Momentumról mit lehet tudni ennek a botránynak a kirobbanása előtt? Mennyire volt fontos a párt számára? Milyen szinteken képviselt, és hogyan jelent meg ez akár az elnökségüléseken ez a téma? Vagy ez egy teljesen új fejezet most a Momentumnak? A Momentum számára leginkább egyébként önkormányzati szinten jelenik meg ez a kérdés. Sok más hasonló kérdéssel együtt, amelyek nem teljesen egybe tartoznak, de azt gondolom, hogy szakmailag mégis érdemes őket egyben kezelni, vagy, vagy érdemes őket egyben említeni. Tehát például Óbudán a alpolgármesterünk Turgonyi Dániel szociális ügyekkel foglalkozik, és ő neki az egyik legfontosabb feladatkörrel, vagy az egyik legfontosabb projektje, ha lehet így mondani, az az, hogy, hogy azzal foglalkozzon, hogy különböző zaklatási botrányokba érintett családokat segítsen, hogy, hogy ezeket Ezekben akár egyesületeket bevonjon, akár olyan szakmai civil egyesületeket, akiktől a kormány most teljesen elzárkózik. Itt említhetném akár a Nanét, említhetném a Patent Egyesületet, meg még számos olyan civil és szakmai szereplő van, akivel én pártként azt gondolom, hogy nekünk nyilván fontos nyitottságot mutatni. Most is tegnapi napom vagy tegnap előtt volt egy civil egyeztetés pártok, civilek közösen, ahol orosz annak képviselte a momentumot. Ez a minimum a nyitottság. A második dolog az az, hogy ahol kormányzati pozícióban vagyunk, ezek főleg az önkormányzatok, ott elkezdjük ezt megvalósítani, elkezdjük az ő javaslataikat átvenni. Ez például vonatkozhat egy jelzőrendszerre, hogy időben ki tudjuk szúrni azt, időben észre tudjuk venni azt, ahol probléma lehet. És én azt gondolom, hogy ezek a rendszerek, ezek országos szinten nem működnek. Ön egyébként egyetért azzal az állítással, ellenzik kiállítással, hogy a Fidesz, Fidesz KDNP számára a gyermekvédelem az politikai termék semmi több? Abban biztos vagyok, hogy ez politikai termék, az, hogy semmi több, most itt egy jó lehetőség a Fidesznek arra, hogy bizonyítson ebben a kérdésben. Ugye ők belengedtek most egy újabb gyermekvédelmi csomagot, vagy egy szigorítást, vagy egy fejlesztést, vagy nem tudom mit, hát én azt gondolom, hogy az lenne a minimum, hogy a gyermekvédelmi rendszernek, meg a szociális rendszernek több forrás biztosít a magyar állam. Tehát mondjuk innen, innen kellene indulni. Ez azt gondolom, hogy a, a, most induló parlamenti ciklusban ki fog derülni, hogy az ő részükről itt valójában ismét csak egy látszat megoldás a, a, a kezelési szándék, vagy esetleg most érdemben hozzányúlnak a rendszerhez. Én tartok attól, hogy, hogy a látszott megoldás lesz ismét az irány. Legutóbb én kifejezetten undorítónak találtam azt, amikor a, a, a gyermekvédelem kérdését, a pedofília kérdését összemosták a homoszexualitással, összemosták a homofóbiával, és én azt gondolom, hogy ez a része a politikának, ez kifejezetten problémás, és személyes véleményem szerint undorító. Most reméljük, hogy a Fidesz egyen nagyobb alázattal fog hozzáállni ehhez a kérdéshez. Hallgassák meg a szakértőket, hallgassák meg a civileket, és rakjanak le egy megfelelő csomagot. Arra. Képviselő, hány óvoda ügyében írt eddig nyílt levelet? Azért kérdezem, mert most egy megszületett, és hát kicsit ott a kis ördögben, nem, hogy hát nem Balogh Zoltán mostanában oly gyakori szereplése kapcsán tűnt fel önöknek az, hogy Balogh Zoltánnak lehetne egy levelet írni? Egyébként azért nem, mert én Balogh Zoltánnak már írtam korábban is levelet egy problémás telek kapcsán, a Református Egyháznak rengeteg ingatlanja van, többet is az államtól kap, és ennek nem mindig megfelelő gazdája, de egyébként óvoda ügyekben, ha már erre rátérünk, egy 12. kerületi óvoda az, amiről beszélünk, a Bíróutcai Óvoda, uh, aminek bejelentette a botrány kirobbanása előtt a bezárását egy évre a, a fenntartó, ami a Duna melléki református egyház. Ennek, ennek a felújítás követően, az oka? Ennek felújítás az oka a papíron, vagy legalábbis ezt kommunikálják, a kérdés az az, hogy mi lesz utána. Tehát a kérdés az az, hogy ebből az óvodából ugyanolyan Funkciókkal, ugyanolyan feltételekkel ö, működő óvodát csinálnak a jövőben is, és visszatérhetnek-e ide a gyerekek ugyanúgy, vagy mondjuk egy fizetős magánovodát terveznek-e belőle csinálni. És nagyon nem mindegy ez, mert ezt az óvodát, ezt három éve kapta meg a Református Egyház, és azért kapta meg, hogy köznevelési funkciót lássanak el. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy problémás ügy, de nem csak ezzel az óvodával foglalkozunk. Honnan van ez az ötlet, hogy esetleg fizetős oldal lesz belőle? Milyen, milyen jelek utalnak erre? Um, ezzel kapcsolatban sajnos nem adott választ a... a de önök, de önökben a önökben vagy, vagy gyanú, hát valami... Igen, Én van. onnan gondolom, hogy, hogy erre vonatkozóan nyilván a szülők ott a, 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 az óvodában hallanak plegykákat, hallottak különböző látogatásokról, hogy, hogy különböző, egyébként van köztük külföldi szervezet is, ami Magyarország látogatott, külföldi egyházi szervezet, vagy egyházhoz kötődő szervezet, és hogy ő meglátogatta az óvodát. Én nem tudom, hogy ezekből mi az igazság. Nem a testvérkapcsolatokat, most ebből nem következik az, hogy fizetős lesz az óvoda. A kérdés az az, hogy miért hallgatja el az óvoda fenntartó, és miért nem a tisztázó választ. Én leszek a legboldogabb, hogyha azt a választ adják, hogy, hogy minden úgy Ezek szerint még nem kapott választ Tegnap küldtem ki a levelet, egyelőre nem de csak hogy a tisztázás kedvéért nem csak ennek az óvodának az ügyével foglalkozunk, korábban foglalkoztunk például a, a, a Csilebérci Cseperedő óvodának az ügyével, ami sajnos szintén bezártak ott az Erzsébet táborok ennek a felelősei vagy az okai, és, és egyébként van egy óvoda épület többek között fenn a norma fenn, amit pedig a hegyvidéki önkormányzat adott el, és azt is problémásnak tartjuk, tehát itt több, több óvoda ügyével is foglalkozunk, ebben Balogh Zoltán is érint, Tett, és Balogh Zoltánnak most bőven van oka arra, hogy, hogy a múlt heti lenemmondása, végül részleges lemondása után, hát bizonyítsa az, hogy tényleg fontos-e neki a gyermekek jövője. Bedobhatok még egy témát a közösbe, kollégek? Zugló? Zugló, bizony. Most mondtam volna, Köszönöm. Hova tűnt a Zuglói Momentum frakció? Miközben Zuglóban indítanak egy polgármester jelöltet, a korábbi alpolgármestert. Zuglóban a terveink azok változatlanok, tehát a polgármester jelöltként Rózsa András továbbra is indul a hatházi Ákos támogatásával és a civil Zugló támogatásával. Annyi történt, hogy egy vagy kettő nappal ezelőtt Kisné Szivcsovics Nikolát jelezte, hogy kilép a Momentumból. Ezzel kapcsolatban ő írt erről hosszabban, hogy ennek mik, a, mik az okai. Természetesen mi elfogadjuk és tudomásul veszük az ő döntését. Sok kilépésük van? A változások egyébként, után? Egyébként a, a 2022-es választások után és 2023-ban én azt gondolom, hogy minden pártot megviselt az az apátia, ami volt, de annyi belépő, mint amennyi az utóbbi egy 2 hétben van, rég nem volt a Momentum házatáján. A többi párt részéről nem tudok nyilatkozni, de az biztos, hogy most megindultunk kifelé abból a politikai apátiából, ami az utóbbi másfél évet jellemezte. Szerencsére a tagság nem csökkent, most pedig reméljük, hogy még növekedni is fog, de amit én tisztelni szeretnék zugló kapcsán, az csak annyi, hogy a civil zuglóval való együttműködésről, amiről többek között Kisné Szívcsóves Nikolett is írt, hogy szerinte problémás, erről a helyi szervezetünk döntött. És nem akárhogy döntött, hanem a Momentum zuglói helyi szervezete egyhangúan szavazta ezt meg. Tudomásom szerint ő is megszavazta akkor ezt a döntést. Tehát én valójában nem értem, hogy itt mi lehetett a probléma. De Na, ez... Lászlóval van a baj? Ő a civil zugló egyik arca. Lehet, hogy ez egy személyi vita, az biztos, hogy a civil zuglóval való együttműködés kérdésében nálunk egy döntés született. Állami számbevőszék bírságra tértem volna még rám elég rövid az időnk. Az Lehetséges, képviselő úr, hogy önöknek nem volt egy jogásza akkor, aki azt mondta volna, nyilván azért egyeztettek erről, lehet -e tudni, hogy egyeztetnek Márkizai Péter mozgalmával? Nem volt egy jogász, aki azt mondta volna, hogy ebből biztosan baj lesz? Rengeteg jogászunk van, és rengeteg pénzügyi szakemberrel is dolgozunk együtt. Én azt gondolom, hogy az ász eljárása az egy koncepciós eljárás. Tehát az, ami most történik, hogy hogy gyakorlatilag pont a botrány kirobbanása után tíz nappal érkezik az ászbírság, az szerintem nem véletlen. Régóta zajlik, ez nem most kezdték. Régóta zajlik, nem mindegy, tehát nyilván bármikor élesíthetőek ezek a fegyverek. A Fidesznek a, a tarsajában sok ilyen fegyver van, és Orbán Viktornak csak el kell dönteni az évértékelő beszéd után, hogy melyiket húzza elő. Én az ász ezek közé sorolom. Értem, hogy a... most nyilván, Idézőjelben mondom azt, hogy könnyű ezt mondani. De hogy tényleg akkor ezzel azt mondja, hogy ott akkor nem volt egy jogász, egy jogi szakember, aki azt mondta volna, hogy ez így nem lesz rendben a hatályos jogszabályoknak megfelelően. De számos jogászunk és szakemberünk van, és mindenki bizonyítani tudja, és el is számoltunk vele, és papírunk is van róla egyébként, az állami számvevőszék a Momentumra vonatkozó éves jelentésében leírta, hogy a Momentumnak a gazdálkodását rendben találta. Tehát ez... De hogyha volt egy közös kampányszámra, ami... Ugye kirobbantotta ezt a botrányt, akkor senki nem kérdezett rá, ott a hat pártvezetői, jogászai, pénzügyesei közül, hogy oké, és honnan van a pénz? Én itt azt látom, hogy volt egy közös kampányszámla, arról voltak kifizetések, az a közös kampányszámla, az részben állami támogatásból tevődött, össze, részben arról, amit még a pártok beletettek. És a vita arról szól, hogy az állami számvevőszék gyakorlatilag a Mindenki Magyarország a Mozgalomnak a különböző költéseit Próbálja a pártok nyakába varni, és a pártokat ezért kétszeresen megbüntetni, tehát nem csak önmagában arra, am amit a Mindenki Magyarországa költött, hanem, hanem annak a két. De hát képviselő úr, így mondta el Márkizai Péter az a ben hogy az a pénz, ami hozzájuk érkezett, ugye ez a közel 4 milliárd, most uh -huh. az minden alkalommal egy kicsit más a szám. Szóval, hogy az a pénz egy része az a kampányra ment. Én azt gondolom, hogy ha ezzel kapcsolatban Márkizaj Péter szeretne tisztázó nyilatkozatokat tenni, akkor azt tegye meg az egy milliárd mind. forintot mondott, ha jól emlékszem, ami kampánycélokra ment. Mennyit? Egy milliárdot, abból a négyből. Én, én azt gondolom, hogy a Momentum részletesen megírta az állami számbevőszéknek is több körben, hogy mi hogyan nem fogadtunk el különböző támogatásokat, hogyan hamisak az állami számbevőszéknek az erre vonatkozó állításai, és egyébként hát valahol ironikusnak tartom azt, hogy Vindis László állami szemvevőszéki elnök kiáll ezután, és elmondja, hogy a megafonnal, meg a cöffel kapcsolatban ők nem találtak ilyen problémát. Hát, mert hiszen azt mondták, hogy nem volt együtt. Nincs, mérsőnök, nincs együttműködés, meg nincs lászott, összehangolva, nincs összehangolva, a kampány, ezt mondják, és én most nem akarok nagyon hosszan beszélni róluk, de hát tegnap kezdődött a Fidesznek a frakció ülése, vagy frakció elvonulása, és ott vannak a megafonos arcok, megafonos szereplők. Tehát mi ez, hanem nem össze A képviselő, van. ha jól értjük, azt mondja, hogy a bírság tulajdonképpen még lehet jogos is, csak nem a pártokat illeti, hanem már Kizai Péter mozgalmát. Ugye, most már párt. ők viszont nem voltak szereplői direktben a, a kampánynak, hiszen az egy mozgalom volt, nem egy párt. Én azt gondolom, hogy a pártok nem fogadtak el, a Momentum biztosan nem fogadott el, külföldi támogatás vagy bármilyesmit, amiről szoktak beszélni. Erről amúgy papírunk a is a van. Erről papírunk is van. Szerintem a többi párt is uh, tudja, meg tudja magát védeni ebben a kérdésben, és már Péternek is nyilván be kell tartani a vonatkozó jogszabály. Hajnal Miklós, köszönjük. Köszönjük, köszönjük a, a kérdéseket is.